No, hát sziasztok, nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Hát szoktunk beszélgetni Androidról, meg különféle Linuxos dolgokról, és persze nagyon sokszor szóba kerülnek a Windowsos programok is, meg a Wine Windows emulátor, és sokan felvetik, hogy hát az Android az lényegében Linux, akkor miért nincs rá Wine például. Na most ez így ebben a formában nem teljesen igaz, inkább úgy lenne helyes, hogy az Android az egy nagyon-nagyon erősen módosított Linux, de valahol mégiscsak nyomokban tartalmaz Unix és Linux elemeket, tehát végül is nem ördögtől való a felvetés. Sokan nekiugrottak és próbálkoztak, egy olyan projektet szeretnék bemutatni, ami hát még azért erősen fejlesztés alatt van, vannak benne bőven biztos hibák is, tehát elsősorban kalandoroknak és olyan tesztereknek, fejlesztőknek ajánlom, akik szívesen tesztelgetnek, játszanak vele, vagy ne adj Isten, segítenek az ilyen programozóknak, fejlesztőknek, hogy haladjon a projekt előre, akár csak tesztekkel és debugok beküldésével. Na nézzük! Azt mondja, hogy ez itt konkrétan a telefonom, hogy mindenkinek világos legyen, ez egy Samsung A53, úgyhogy most ezen mutatom meg, hiszen erre van feltelepítve. Először behozzuk magát a projektet. Egy GitHub oldalon megtalálható projektről van szó. Ez a címe, ezt majd a videó alatt fel fogom természetesen tüntetni. És ha itt jövünk, ez a lényeg, releases, és 2 héttel ezelőtt jött ki az 5.0. Van valami villator.com oldal, ahol valami 1.1-es csomagot hirdetnek még, ezekkel ne foglalkozzunk. Főleg ilyen alkalmazásoknál érdemes mindig leszedni az újabbat. És hát kapunk egy bőséges leírást, hogy miből építkezik a villatorból. Mindenki sejti, hogy Windows és emulátor szavakból van összerakva. Ugye a Wine neve maga is azt tartalmazza hivatalosan, hogy Wine is not an emulator, tehát ez nem jött be, mert tehát mindenki egyébként Windows emulátornak hívja, holott egy kompatibilizációs rétegről, vagy kompatibilitási rétegről lenne szó. Jó van ez így. A lényeg, látjuk már itt rengeteg játékot bemutatnak, hogy már fut. Hoppá, ezt inkább nem. Úgyhogy azt hittem, hogy csak sima screenshotok, rákattintottam és bejött a videó. A lényeg, hogy itt olvashatunk róla, hogy alapvetően Wine-ra épül, és van egy ilyen technológia, hogy Box 86, nem összekeverendő a 86 box-al, amiről írtam cikket is, meg alapvetően ugye ezen ilyen régebbi PC-ket szoktunk emulálni, tehát olyan programoknak, meg olyan lehetőségek futtatására, ami más alatt nincs meg. Például nagyon sokáig kínlódás volt a Win9XS szoftverek futtatása egy VirtualBox alatt, például VMware alatt sem volt sokszor megnyerő, és ezekkel nagyon jól lehet emulálni, vagy mondhatnék egy BIOS-t például. Tehát a régi szoftverekhez nagyon jó. Ugye nem összekeverendő ezzel. Ubuntu RootFS, látjuk, hogy tehát ezek az úgynevezett third party applikációk, tehát mire épül gyakorlatilag ez. Ubuntu RootFS, Wine, ezekre rá tudunk kattintani és megnézegetni ezeket a létező technológiákat. Na, ami minket érdekel, az rögtön itt a release, és magát az APK-t. Itt láthatjuk, hogy mi változott legutóbb, és itt az APK-t, ha letöltjük, ugye engedélyezni kell az idegen csomagok telepítését, és akkor fel tudjuk rakni. Nézzük meg akkor magát a szoftvert talán elsőre. Azt mondja, hogy Winlator. Na most itt elsőre, amikor elindul, nincs semmi, hanem majd látni fogjátok, hogy leszedi az úgynevezett OBB fájlokat, ami neki kell a rendes futtatáshoz. Ezzel nem tudunk csinálni, ezt mindenképpen meg kell várni. Viszont, hogyha valami problémánk lenne, akkor itt a settingsnél van egy ilyen, hogy install Wine és install OBB image. Tehát ezeket fel lehet a későbbiekben rakni, de ne szaladjunk egyelőre ennyire előre. Látjuk, hogy konténer technológiát valósít meg, egyfajta konténert a Wine-nal és ezzel a bizonyos Box 86-tal. Na most. Shortcuts, ez alapvetően arról szól, hogy a már feltelepített gépeiden milyen asztali parancsikonok vannak kihelyezve. Ezt látjuk, hogy innen a shortcutsból lehet vezérelni. Konténerek, ugye ez itt, ez maga ez a lista, ide mindjárt visszajövünk, input controls van, profil, és akkor lehet választani virtuál gamepadet, meg mindenféle beállítással mókolni, főleg akkor jó, hogyha valaki játszani akar. Ha felléptek a YouTube-ra, rengeteg-rengeteg
YouTube videót lehet találni, ami a GTA 5 futtatásával foglalkozik például, amit nagyon sokan vártak emberek. Hát mekkora móka már tableten meg telefonon futtatni ilyen szoftvereket. No, settings. Itt láthatjuk, hogy a Vine 8.0-ra épül, most meg 9 pont valamennyinél járunk. Nyilván értelemszerűen próbálnak mindig a stabilabb ágnál maradni, de látjuk, hogy tudunk installálni innen Vine-t, és a különféle verziókat egyébként itt lehet váltogatni, de azért érdemes meggondolni, ugye minél újabbra váltunk, annál kevésbé stabil, illetve ott több hiba lehet. Tehát nyilván ez az oka, hogy nem a legújabbat kapcsolják be. Az mindenkinek nyilvánvaló, hogy egyébként nekem van egy ilyen bluetoothos billentyűzetem, meg egerem a telefonhoz, és arról veszem fel a videót, arról készítem. Tehát azért egy Vine-ról beszélünk, egy kvázi Windows-ról a telefonon, tehát ezzel már érdemes. És látjátok, ha valaki így kirakja nagy képernyőre, mint én a telefont, akkor pedig egy teljes értékű asztali operációs rendszert kap. Tehát, hogyha valakinek olyan tervei vannak, olyan asztali szoftveren akar dolgozni, amit most már így el tud majd indítani, akkor hát azért ez célszerű. Ha valaki csak játszik, annak meg nem kell semmi, csak egy géped. Tehát, hogyha kifejezetten játék miatt akarjuk felrakni, ez az embereknek ugye 90%-a egyébként, vagy több. Jó, itt láthatjuk a különféle verziókat. Én már performance-ra tettem, természetesen időnként ki is szokott fagyni. Lehet, hogy most a videó kedvéért érdemesebb visszatenni kompatibilitásra. És hát láthatjuk, hogy DRI3 van bekapcsolva. Ez nekem csak információs jellegű, én ezekben annyira nem turkálok. Visszajövök ide a konténerhez, hoppá, kihagytuk az about-ot. Ugye itt van szintén az összes technológia. Ez a CNC D-draw, ez azért jó, mert kifejezetten úgy készült, ha régi programokat akarunk futtatni, ez ahhoz van. De látjuk, hogy Vulkan, D8, DirectX 8-as cuccok, ez a 3D, P-root. Jó, és itt a Box 86, Box 64, ennek külön is érdemes egyébként utána nézni. Na, ha létrehozunk egy konténert, itt nagyon sok mindent meg lehet adni, és később itt lehet futtatni, vagy pedig edit. Jó, itt látjuk, hogy test 01-et adtam meg neki, 1024x768-ban van most jelenleg. Azért telefonról beszélünk, ha nem monitoron van éppen kivetítve, ülök a buszon, azért lássak is valamit, hogyha felrakom azt a játékot. Graphics driver, ugye lényeges Virgil, ez például a KVM gépeknél az úgynevezett kernel virtualizált WirtIO megoldásoknál nagyon jól jön. Ha támogatja, érdemes ezt bekapcsolni. Nyilván, aki egy kicsit járatosabb a számítógépek világában, az azzal tud mókolni, tudja, hogy mit állít. Alapból nem nagyon érdemes ezeket váltogatni, illetve itt vannak a különféle grafikus lehetőségek, beállítások. Láthatjuk, hogy itt lehet állítani a motorokon, hogy melyiket szeretnénk korrigálni, a Vine D3D, ugye van 7.88, ez akkor lényeges, hogyha adott játékhoz valamire szükség van, vagy programhoz, itt meg van azzal is Pulse Audio. Jó, ha valaki játszik és kíváncsi az FPS-re, ugye itt be lehet kapcsolni, látszik egy procit hagytam azért a 8-ból, ez egy 8 processzoros telefon, light téma, background feketére van nálam állítva, alapból ez kék lesz egyébként, úgy indul, virtuális asztallal indul a Vine. Jó, GeForce 2 miért lényeges? Mert van, ami Intel HD-t kér. Itt lehet álligatni, milyen kártyával legyen kompatibilis. Ez baromi menő. Ugye ez nagyon-nagyon jól tud jönni. Többit nem nagyon álligattam, videóm a memóriát is úgy hagytam. Mouse Warp Overdrive, ez ki volt kapcsolva. DX komponens, nyilván nagyon ezt sem állítgattam. Ha valami nem megy, akkor érdemes megnézni. Ugye natív vagy built-in van, amit lehet választani. Rendszerváltozók. Hogyha valamelyik program nem indul, mert azt hiányolja, akkor itt az alján van egy add gomb, és akkor ezzel hozzá lehet adni. Amúgy ezt sem nagyon piszkáltam. És a meghajtók. Ha leszedünk egy programot, hogyan installáljuk? Itt nem kell gondolkozni, meg tudunk adni itt meghajtót, és a közvetlenül a telefon letöltése könyvtárából tudjuk installálni. Azt mondja, hogy advanced, most itt performance-ra van rakva, szerintem ezt is lerakom kompatibilitásra, a videó kedvéért, nehogy meghalljon azonnal, és hát ezeket a szerviszeket, ezeket megállítom, ugye indulásnál nem kell, hogy nekem fusson, én ezt külön pluszba bekapcsoltam. De ez mindenkinek saját magának érdemes eldönteni, hogy most ettől mit vár. Na és hát nézzük akkor, hogy mit kapunk a pénzünkért.
teljesen ingyenes egyébként, tehát mindenkinek ingyenesen letölthető, ingyenesen hozzáférhető, ott a forráskód, ha valaki csatlakozni akar, akár tesztelőként, vagy küldene be kódot, ugye ott megtalál minden elérhetőséget. Na és hát itt van az 1024x768-as asztalunk, ugye látjuk, kapunk egy, na, közben a telefonom is bezavart egy picikét. Ja, aha, ja jó, ezen majd állítanom kell, mert eddig nem volt egérrel bekonfigurálva, hogy húzni tudjam, úgyhogy valamiért nem veszi úgy a gombomat. Jó, egy kicsit lerakom. És ezen még azért dolgoznom kell egy kicsit. Egérrel most nyomkodom először, egész eddig újjal használtam, tehát ez most nekem is új. A lényeg, van egy Earphone View-on feltelepítve, kedvenc képnéző szoftver. Hát így alapból ugye nem látszik semmi, ez csak akkor érdekes, hogyha behozunk egy képet mondjuk a telefonról. Itt van egy start menünk egyébként, ez a klasszikus Vine-ban is benne van, hogyha bejelöljük azt az opcióknál, hogy asztallal induljon. Na ezért volt nekem feketére beállítva egyébként a háttér. Kapunk egy notepadet, ugye itt van egy aknaszedő, az InfoView-t én telepítettem, Internet Explorer, Notepad, WordPad. Nálam például az Internet Explorer az kifagy, nem tudni miért. Lehet ezen még mókolni kell, vagy csak az újabb verzió fogja ezt megoldani. Jó, hát azért mit tudom én, belenézhetünk, teljes értékű program működik egyébként, tehát. Úgyhogy ha valakinek meglepő ez a két egér, ezt úgy, amikor az ujjammal használom, akkor csak egy egér kurzoron rá kell nyomni a képernyőre, és úgy húzom. Úgyhogy ezt majd még kitapasztalom. Valószínű, hogy át kell valahol állítani valós hardveres egérre egyébként. System Tools, Vine Configuration, Mono Installer, Task Manager, Registry Editor, ugye, meg hát a computer. Jó. Azt mondja, hogy Vine Konfigurátor. Na, ez is jól jöhet. És itt lehet beállítani, hogy például milyen Windows verziót akarunk, ugye nálam most Windows 7-re van állítva. Azt hiszem talán alapból Windows 7-tel is jön be. Látjuk, hogy itt van egy rakás natív library előtelepítve. A grafika itt van beállítva. Desktop Integration. Hát a klasszikus Vine, ugye. És hát a drive-okat ugye azt nem itt, hanem kint konfiguráljuk. Nézzük meg a D meghajtót. Ugye látjuk, be is hozza ezeket a képeket, és lehet itt nézegetni. Countries of Hungary. Ezt küldtem egy külföldi ismerősömnek. Nem értette, mi az, hogy countries, és így megmutattam neki, hogy ezek vannak, így már világos volt neki. Érdekességképpen. Jó, tehát látjuk, hogy működik, és a feltelepített Earphone-on jobb így kezelni. Nyilván rengeteg olyan szoftver alkalmazás lehet, aminek nagyon tudunk örülni egy ilyen mobil hordozható eszközön. Gyakorlatilag nem kell vacakolni semmivel. Főleg a régebbi szoftvereknél van olyan, hogy semmivel nem kompatibilis Windows-on, valamiért nem akar elindulni. Az asztali PC-nket, amin Linux van, nem akarjuk vinni, ami jól be van álligatva. Tehát ez mindig zsebben van, ez mindig kéznél van. De ez nagyon kényelmessé teszi az egészet. Mono Installer az a legelején el fog indulni amúgy is, de ha esetleg megszakadna valamiért a net, és nem tudjuk feltelepíteni, akkor innen tudjuk ezt is. És hát van egy parancsorunk, ugye. Úgyhogy a klasszik, hogyha valakinek esetleg arra van szüksége. Illetve Control Panel, itt lehet hozzáadni, eltávolítani ugye programokat. És látjuk, hogy van egy Game Controllers is. A menüben biztos, ami biztos, hogyha szükségünk lenne rá. Hát Notepad, WordPad, hát most nem hiszem, hogy ezekre olyan nagyon kíváncsi lenne bárki. Az jó, ha kéznél van, tehát hogyha olyan szöveges fájlokkal dolgozunk, látjuk, hogy itt a Gecko már nekem fel van telepítve. Hát, erről szerintem olyan nagyon sokat nem lehet beszélni, nagyon nincs is mit. Exit, és most az Enter, hoppácska. Na jó, ezen még gyúrnom kell egy kicsit nekem is, én is most ismerkedek azért magával az egész technológiával. Remélem, hogy idővel egy kicsit stabilabb lesz, mert időnként nálam is előfordul, hogy meghullik könnyen a rendszer. Nyilván ennek egy alapvető oka van, mégpedig az, hogy
még mivel fejlesztői rendszerről beszélünk, itt látjuk, hogy a Keybird Input Controls menük magában a futórendszerben itt jönnek elő egyébként, ha visszahúzzuk így az egérrel. Jó, tehát, hogyha itt vagyunk, kihúzzuk a szélére, és itt az Android menüből elő lehet hozni, hogyha valami nem tökéletes. Task Manager azért jó, ha itt van kéznél, mert ha valamit nem bírnánk kilőni, például az Explorer-t, akkor ugye innen meg tudjuk oldani. Jó, tehát mivel én is performance-ra teszem, remélem idővel csökkennek a bugok, és több mindent tudunk majd használni alatta. Én magának a projektnek nagyon örülök, és már így is nagyon-nagyon jó, hogy egy csomó mindent elfuttat, érdemesen netten turkálni, hogy ki milyen szoftver tud már vele futtatni, illetve milyen tippeket, trükköket adnak még hozzá. Ez már egy óriási lehetőség mókolni. A nagy esküt ne tegyük azért le rá, nyilván még ez azért fejlesztés alatt áll. Az Android az még egy nagyon új vonal a Vine esetében, de fut. Úgyhogy mindenkinek jó szórakozást kívánok, én köszönöm szépen a figyelmet, és hogyha tetszett a videó, akkor iratkozzatok fel az oldalamra, megosztani ér. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, és most már igyekszek minél több ilyen videóval jelentkezni. Sziasztok!